Srácok! Később elővesszük a fogót, de elkezdtük tesztelni ugye a csalinkat. Szevasztok! Mutatom. Hát, nem kapitális, de indításnak jó. Szerintem lassan inkább visszaengedem a halat, és utána elmondjuk, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, ismét. És szép jó reggelt mindenkinek. Hát ez most nem levelek, hanem Tornyi Szent Miklós. Úgyhogy visszaengedjük ezt a szép csukát. Ússzál! Jaj, de szépen elment. Na, le is csüssenek. Szóval szép jó reggelt mindenkinek. Ismét eljöttünk egyet fecázni. Nem bírunk a vérünkkel. December van. Tudjátok, hol vagyunk? Tornyi Szent Miklóson. Minimum 240 km. Hajnalba keltünk. Viselzadra vesznek. Viselnek a taván vagyunk. Bányató, 4-5 méteres mélységekkel, kristálytiszta víz. Első 10 perc, 5. dobás, leverte ez a szép csuka. Bízunk a legjobba, állítólag 10 kg fölöttiek is vannak. Nem gumitó, bányató. Nincs is mit mondanom. Kristóf veszi az adást, és tudjátok, Fox Rage. Szóval most, amit megpróbálunk, eljöttünk a széléről. A hínár olyan 10-15 méterig van lerohadva, de addig érezni lehet a szálakat, hála Istennek felszakadnak. És most azt csináljuk, hogy beálltunk az van itt egy kis öböl a közepére, 4-es, 5-ös víz van, és most 12 centis Thunderpro-val dobálok. Elég vastag az előke, mert ugye csukák is jöhetnek, de állítólag szép süllők is vannak a tóba. Úgyhogy most azt próbáljuk, hogy szórjuk mind a két oldalt, és a hínár szélén lévő sávot húzzuk befelé, megpróbálva az, hogy a süllőket is esetleg elérjük, ugyanis véleményem szerint a bent lévő hínár szélén lévő csukáknak a területe, meg a süllőknek a területe azért itt üti egymást, és mivel gyönyörű csukák vannak benne, a domináns csuka szerintem egy kicsit beljebb tolja a süllőt, és így próbáljuk megkorgászni mind a két részt. Aztán majd váltunk, jó? Majd jelentkezünk. Elment. Ja. Mivel nem akarom mondani, mutatni is tudnám, de azt sem akarom. Jó hal volt. Ez van. Eljöttünk 250 kilométerre, és mit fogok megint? Sügeret. Hogy levert a kis mikrofrájt? Nem is vékony a fluorokarbon. Ezt nézzétek meg, a srác. Betolta. Jóó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 ó
nem mond, hogy hol vagyunk, el nem mond, hányan vagyunk, el nem mond. Semmit nem mondj el, maradj csöndben. Van már egy beépített emberem, nem fog beszélni. Eljöttünk a tónak a másik felébe, Kristófot megkérem, mutassa meg, hogy hova dobálunk. Bedőlt ágak, hármas víz, itt is be van dőlve egy fa, és eldobunk a fa mellett, és nagyon finoman ez a pici horog nem akad el. 3-4 méteres vízbe az alján csak finoman pöcögtetjük. Ugye nagy csukákra jöttünk, de nem hagyunk ki semmilyen kapást. Kishal kis kapás, nagyhal nagy kapás. Úgyhogy most megálltunk a tónak a másik felébe, mert legalább 5 sügeret fogtunk már. Úgyhogy nyomjuk.
Azon kell imádkozni, hogy elhúzom, hogy lenne durrancsa egy nagy csuka. Mert azért ezek nem kapitálisak. Jaj, jaj, a farkát ne! Jó. Milyen kis aranyos. Kis harcias. Még talán kisebb, mint a másik. Úgyhogy vissza is dobom gyorsan. Nézzétek meg! Nem sokára azért megyünk a csukákért, csak egy kicsit elszorakoztunk. Majd megmutatjuk a technikát, mivel dobálunk, mekkora csarikkal, jó? Aztán meglátjuk, hogy lesz-e valami. Elállt a hó, nem havazik, olyan mínusz 2, mínusz 3 fok van. Éjszaka mínusz 6, mínusz 8-ra várjuk a úgymond lehűlést. Ez egy hideg frontban vagyunk benne. Reggel néztem a légnyomást, olyan 1500-1800 körülbelül. Holnap még nem, de holnap után kezd el emelkedni. Hát majd meglátjuk, hogy számít-e valamit, mert egyelőre egy-két kapáson kívül, meg azon a szép csukán kívül más nagyon nem volt. Most fogtunk sügereket, de hát toljuk egész nap, nézzük és keressük őket folyamatosan, jó? Úgyhogy ennyi most pillanatnyilag, aztán majd beszélünk mindenről. Srácok, de ledurrantotta! Majdnem kivett a botot a kezemből. Hát nem mondom, hogy nem erre vártam reggel óta, de ott jön. Nem nagy, de jaj, mekkora kapás volt a kis. Nem ezt a méretet várjuk, de hú, de oda nyomott. Szóval próbáltuk dobálni a szélét, de nem igazán jött be. Bejövünk egy olyan 10-15 méterre, kijebb jöttünk, és párhuzamosan dobáljuk a első, második lépcsőt a törésbe. Nagyon finoman vannak még hínárszálak, azok le vannak rohadva, és akkor eljövünk a hínárszálaknak a szélére, a hínárnak a szélét, ezt a lerohadt hínárszálaknak a szélét becázzuk. Én is éreztem az első dobásra, most 10 g-os fejjel dobálok, 4 méteres víz van ott, ahova dobálok olyan 3 méter. Kidobtam a hínárnak a szélébe, leültetem, érzem, hogy benne vagyok a hínárban, kicsit kipöckölöm a hínárból, és akkor kijön a hínárból, akkor finoman elkezdem húzni, de pont azt a sávot kell megpróbálni húzni. Most nem rikító színekkel dobálok, nem volt nagy a csuka, de itt kell lennie a nagyoknak is. Itt kell lenniük, csak el kell találni azt a sávot, amit húzunk. Szerintem pont a hínárnak a szélén lesznek, úgyhogy most ezt csináljuk, szép lassan. Szerintem le fogunk jönni 5-7 g-os fejekre is, ez a 10-12 centis szanderpróval, mert olyan heves kapás volt, hogy majdnem kivette a botot a kezemből, de volt már egy másik helyen csak egy egészen fini kis ilyen pöccintés is. Hát ugye sügéről itt nem lehet beszélni, mert 4 méteres vízbe a 10 centis, 12 centis szanderpóra azért ez kicsik ezek a sügerek, tehát ha még olyan 5-7 centivel dobálnak, 5 centivel, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy a sügér megkoppintja. De nagyon vastag a fluorokarbon a nagyobb csukák miatt, és ez a 10-12 grammal dobálva, 10-12 centis standardpróval, azért az araszis sügerek nem nagyon mennek neki. Szóval ezzel a csalival, amivel most dobálok, direkt raktam föl, mert a Strikingnak egy nagy korongfarkú hengeres testű csalia, nagyon hasonlít a japán csalikhoz, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól mozog. Tehát egész lassú húzás mellett is nagy amplitúdóval mozog. Úgyhogy megpróbálom ezt, mindjárt kihúzom gyorsan. Szóval eldobok egy ilyen 20-25 méterre, megvárom, míg leér, majdnem feszes zsinórral természetesen elkezdem húzni, egyszer-egyszer ott van a hínár, nem engedem le teljesen, és most leért az aljára, most értem le, és egészen lassan, igen, itt is hínár, van ahol kijebb jön a hínár, van ahol beljebb jön, de szerintünk ott lehetnek a hínárba most, és próbáltunk teljesen kidobálni a szélire, bár a Kristófnak volt az előbb egy jó kapása, de lemaradt. Én mégis azt mondom, hogy valahol ezek a 3 méter körüli vizekbe lehetnek, és ott a hínárból
jöhet ki. Keszeget láttunk, nem túl sokat, de keszeget láttunk a szélén, és a hínárnak a szélét húzzuk, most egy kicsit beljebb megyek, és ugyanazt húzzuk. Egy brutális nagy kapással jelentkezett ez a csuka, nem volt nagy. Amit most kipróbálok, hogy dobok 2-3-at így a hínárnak a szélére, és akkor legyezőszerűen jövök befelé egy kicsit. Ez körülbelül egy olyan 15 méter, 15-20 méter max, és amikor a 20 métert elérem, akkor jövök megint vissza. Tehát egy kicsit így egész hosszúakat, szép lassan, folyamatos tekeréssel, vagy lassú fölhúzom, elengedem vissza, fölhúzom, elengedem, vagy egész lassú tekeréssel próbálom a fenék fölött elhúzni a csalit, így próbálunk meg kapást elérni. Aztán majd meglátjuk, hogy holnap ugyanígy váltunk, holnap nem valószínű, hogy ennyire fog esni a hó, legalábbis bízunk benne, és meglátjuk, hogy mi lesz a jó technika. Nem könnyű el megfogni ezeket a halakat, mert ne felejtsük el, egy bányatóban vagyunk, van természetes búvóhelye rengeteg, tele van náddal, bedölt fával, szóval ezer millió helyen tud megbújni a csuka, és le van rohadva a hínát, de még azért a szálak ott vannak, úgyhogy a fehér halak is egész jó búvóhelyet tudnak találni benne. Majd meglátjuk, ott a tó közepén van egy jó 100 méteres hínásáv. 4 méterről fölmegy egy domb, a domb olyan másfél méteres a víz a domb tetőn, és van egy olyan 50 méteres hínásáv, úgyhogy az egy nagyon érdekes terület lehet. Néztük szonárral, majd meglátjuk, hogy mit mutat. Jó, úgyhogy most dobálunk tovább, ha lesz valami jelentkező. Na, hát az első napunk eltelt, nem volt eseménytelen, volt egy pár kapásunk, teljesen őszintén megmondva, jó átfagytunk, a szélét erőltettük, fogtunk egy pár sügeret, kicsiket, volt nekem egy kis kapásom, fogtunk egy csukát, még egyet reggel, láttunk több halat, de érdekes módon nem igazából vannak kinn a legszélén a csukák. Tehát amit fogtunk, az 10-15 méterben, az első vagy a második lépcsőbe párhuzamosan, amit napközben mondtam, a hínárnak a szélén pecáztunk, és onnan jöttek a kapások. Több kapást nem kaptunk. Szakadt a hó egész nap, mint mondottam, elég hideg volt. Kaptunk egy ötletet, mert azt mondják, hogy holnap próbáljuk meg azt, hogy a totál semmi közepén, a tó közepén szórjuk két irányba, 20-30 méterenként megállva, a nagy semmi közepén, a nagy törés nélkül, a hínár nélkül, próbáljuk meg azt, mert legutoljára itt fogtak szép csukákat. Nem tudom, mit évül legyünk, holnap reggel elkezdjük, megdobáljuk a tegnapi helyeket, és ha sehol nem találunk megint halat, akkor ez lesz, ráállunk arra, amit a helyek mondanak, és középen szépen, cikcakba elmenve, több 10-15 grammal, 5-8 grammal, körülbelül ezek a jók, a 4 méteres vizet fogjuk szórni, és ahol kapásunk van, na ott aztán megpróbálunk mindent kihozni a helyből. Úgyhogy most átmegyünk, főztek nekünk egy brutális gulyást bográcsban, így ahogy vagyunk, nem öltözünk át, hanem megyünk, eszünk egy jót, ott lesz a Michel, ott lesz a Zsömi, jön a Kristóf, a Peti meg én, és átmegyünk egy igazi decemberi jó bogrács gulyást fogunk enni, kinn a mínusz 5-be, de nem is érdekes, iszunk egy VBK-t, iszunk egy Páleszt, és holnap reggel folytatjuk. Tegnap este olyat kajáltunk, Zsömiék csináltak egy olyan bográcsos, én nem is tudom, csülkös pörköltet, hogy hú, inkább nem is mondom, hogy miért kajáltunk. Olyan 10 óráig beszélgettünk velük, jókat nevetgéltünk, történetek előjöttek, aztán nyugovóra tértünk, mert hullafáradtak voltunk. Hát ma reggel hány órakor? Szerintem 7 órakor, fél hétkor csörgött az óra, ébresztett volna minket, de úgy döntöttünk, hogy nincs lelki erőnk fölkelni, úgyhogy ezt nézzétek el nekünk. Olyan 8 órakor kezdtük el a pecát, mire bepakoltunk, csontra van fagyva minden, teljesen más a helyzet, mint tegnap, nem szakad a hó, nagy köd, mint majd látjátok, ellepte a tavat, tükör, feszített víztükör van, most megkezdtük most a pecát, kisebb és nagyobb csalika,
Most azt fogjuk megpróbálni, hogy nem a szélét fogjuk dobálni, hanem a közepén megyünk cikcakba, és szórjuk két irányba a csalikat, hát ha középen vannak most a nagyobb csukák, így egymagányosan, mert a széle tegnap nem adott nekünk csak két-három kapást. Úgyhogy ma ez lesz a technika. 10-15 grammos, 10-12-14 centis gumika fogunk horgászni. Na, meglátjuk, hogy lesz-e egy kapás, valamint az, hogy megtaláljuk-e őket. Egész picike megint. Épp, hogy megfogtam. Épp, hogy megfogta a srác. Jaj, de pici. Hát lehet, hogy csak ez jut nekünk ma, majd meglátjuk. Azon gondolkoztam, mi lenne, elmondjam Kristóf, na jó, elmondom, képzeljétek ezt, elengedni, rádurrantan egy nagy csuka. Á, inkább nem, úgyhogy visszadobom. Ebben a videóban nem fogunk nagy halakról beszélgetni, megmutatni, nem fogjátok valószínűleg látni. Az oka következő, egyszerűen be kell, hogy ismerjük, nem találjuk a nagy csukákat. Tehát mentünk keresztbe kasul, 10 méterre a parttól, 15 méterre a parttól, 30 méterre, 50 méterre a tó közepén, és ezen a részen, amit itt láttok, itt van gyakorlatilag a tónak szerintünk majdnem az összes hal békés állománya. Tehát látjuk a szonáron a kárászokat, a fehér halat, látjuk a pontyukat, és az mellett próbálunk pecázni. Kisebbekkel próbálkoztunk, 3-5 grammal, most dobáljuk a 15-20 grammokat, 14 centis Thunderprót, meg a túloldalon volt, az volt az ötletünk, hogy kimegyünk, és a hínarat megdobáljuk. 1,50 méter a víz, és a hínár között elhúzva szinte biztos voltam benne, hogy tudunk egy-két csukát fogni. Ehelyett mit fogtunk ott? Sügereket. Tehát megint kis csaliba a sügeret kidobva, a szélére elhúzva, hínárból, fenékről elemelve, leverték az ilyen, ütötték, vágták ezeket a kis sügerek. És egyszerűen nem volt csuka. Egész pici csalira se volt, mert arra is beszokott nézni. Olyan 1,50 méteres víz. Bejöttünk a hínárnak a végére, ott van egy olyan jó másfél méteres törés, azt hosszába megdobáltuk, ott se találtunk nagy csukát. Úgyhogy egy picit most úgy vagyunk vele, hogy nem úgy, mint a múltkori videóban, hogy bár nem szólom el magam, hogy nem lesz happy finish, mert az utolsó pillanatban is rátalálhatunk a csukákra, de most nem találjuk a nagy csukák. 1200-1300-an áll a légnyomás, egy ilyen iszonyú párás, ködös, de tükör feszített víztükrő nap van, ideális peca, hát ezt amit halljátok, ez nagyon kemény, a kormoránok ellen ugye a vizeket védik, hogy lődöznek, hogy a kormoránok ne tudjanak leszállni a vízre és megzsákmányolni a tavakat, úgyhogy láttam a szonáron a süllőket. Nem tudtuk őket kapásra csikarni. Se kis gumival, se nagy gumival, se vékony zsinórral, se vastag zsinórral, se túl súlyozott power jig-es módszerrel lepöcögtetve, föléjük menve, vertikálisan finoman megpöcögtetve a gumit, se eldobva húzva, egyszerűen nem tudtunk kapást kicsikarni. És ez, ha így van, azt is el kell mondani, ez nem azt tükrözi, hogy az ember szerintem kudarca van ítélve, vagy kudarcunk van, hanem azt tükrözi, hogy minden megpróbálunk annak érdekében, hogy halat fogjunk, karikára fagyott mindenünk, minuszok vannak egész nap, egyszerűen az ilyen nap. Pontyosok, a zsömék itt pontyoznak, fogtak egy-két tényleg fantasztikusan szép pontyot, itt van a
be vannak húzódva erre a részre. Mondjuk is jellemzően este jobban lehet látni, hogy akár mennyire hideg van, hártyás a víz, mozognak a békés halak. Tehát láttunk pontyfordulást is. Nem is egyet, hanem többet. Bár csak a csukákat tudnánk, hogy hol vannak, mert akkor nagyobb eséllyel addig pecáznánk ott kitartóan, amíg egyszer csak valamelyik csalik nem működne. Akár a természetközeli színek, vagy akár egy redhead, amit az előbb mutattam, vagy akár ezek a csalik, amikkel pecáztunk. De egyszerűen azokat nem találjuk, a fehér hal megvan. És az utolsó egy-két órában azt fogjuk csinálni, hogy a fehér halak között mellett próbálunk. Hátha, mert egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne legyen köztük rablóhal. Az, hogy a süllők nem esznek, ha itt tudnánk maradni, akkor most azt mondanám, hogy még egy pici fogadásom van, hogy szürkületbe felmozdulnak egész finoman, ott kitartóan ott kéne állni, ahol látjuk őket, sejtjük őket, és akkor ott dobálni 3-5 g-os fejekkel 4 méter, 4 méter 20-as vízbe, kicsit nagyobb, 5-7 centis, vagy akár 10 centis csalika, és előbb-utóbb valamire lenne kapásunk. De nincs annyi időnk, el kell, hogy induljunk, mert holnap munka van, mint mindig. Abszolút nem vagyok elkeseredve, mert két nagyon jó napot töltöttünk, és decemberben nem lehet azt mondani, hogy fú, de jó, meleg van, minden fain. Nem lehet mondani. Itt azt lehet mondani, hogy szétfagytunk, tegnap egész nap szakadt a hó, fogtunk egy pár halat, ebből is kell tanulni, figyeljük mindig folyamatosan az időjárást, hogy mi van, és gyakorlatilag ennyit tudok mondani, mert abszolút rajta voltunk, hogy fogjunk nagyobb halakat, most nem sikerült. Amit viszont még el akartam mondani, hogyha nem mutatok senkit, hogy nézzétek meg ezt a ruházatot. Tehát azért ilyen mínusz 5, mínusz 7-be vagyunk. Meg szeretném mutatni, hogy a Kristófon termoruha van, a Petin termoruha van, viszont rajtam nem termoruha van. Nem tudom, mennyire látjátok, ez a RS 2-es verziójú 20K, tehát 20.000 mm-es. Igazából ez egy eső jacky, egy vastag eső jacky. Itt van a nadrágja, kicsit koszos. Alatta van egy polár, és itt is egy polár. Mínusz 5-ben, mínusz 7-ben pecáztunk egész nap, hajnalban, tegnap este is, és nem fázok. Tehát a réteg öltözködés az nálam mindig működik. Én nem nagyon szeretem, amikor annyira a pufi jelleggel nem tudok úgy mozogni, tehát az öltözködés mindig fontos. Egy jó vastag zokni van a Foxnak, van polárja, van sapkája, van ruhája. Aki szereti a jó téli ruházatot, megóvja az egészségét, az használja, de itt is lehet látni, hogy egy csomó mindent el lehet érni akkor is, hogyha nincs nálunk nagyon-nagyon vastag téli ruha, pedig hideg van. Jó, múltkor nem mutattuk meg, de megmutatom most, ha már nem fogtunk halat, akkor nézzétek meg, hogy mink van, és ez pedig a nagy merítő. Jó, tehát nem mutattuk be, de ez nem az a nagy harcsás, amit láttatok, hanem ez a kettes verziója a Fox Rage rablóhalas rendszerének. Megmutatom. Van egy erős gumis része, 15-20 kilós hal simán elfér benne. Egyszerűen annyi, hogy ezt a gombot, ha megnyomjátok, egy mozdulattal össze lehet csukni, és ha ezt lehúzzátok, pedig így össze lehet hajtani. És ugye nem kell mesélnem senkinek, hogy milyen jó az, amikor így megfogod, gumiros, tehát gumis a háló, gumirozott, sokkal könnyebben tisztán tartható, egyszerűbben nem akad bele a horog, szóval én azt mondom, hogy ha már most nem tudtunk nagyobb halakat mutatni, akkor egy-egy részletében az ilyen dolgokat szintén megmutatjuk, mert ezek is fontosak. Egy mozdulattal kinyitjátok, kihúzzátok, aztán egy mozdulattal ki lehet húzni és meríteni, és itt fogni. Jó? Tehát ezek pici praktikus dolgok, jól működnek. Jó, hogyha ilyenkor van egy jó termoszunk, ugye jó forró teát tudunk benne inni, vízálló táskák vannak, nem áznak el. Akciókamera van nálunk, az mindig, az egy alap, és a Kristófnál ugye a profi gépezet, tehát ő veszi a hangot, a képet úgy, ahogy megszokott magas minőségben ti azt megkapjátok. Van egy szonárunk, az se egy elhanyagolható szempont, és még egy dolog, nem tudom, hogy ki hogy vélekedik vele, de itt meg szeretném most utoljára említeni azt, hogy látjátok, hiába van az embernél egy jó szonár, hiába 8-10 éve használja valaki, az nem fogja meg a halat.
Sokan szokták mondani, hogy persze könnyű, mert van náluk egy jó szonár. Ezt néha szoktuk hallani, meg olvasni. Valóban igazuk van, megkönnyíti a munkánkat. De látjátok, itt a mai példa, hiába látjuk a halat, hiába vannak ott, ha nem eszik a hal, mindegy milyen technikátok van, nem tudjátok megfogni a halat. Tehát nem kell ezzel foglalkozni, de mint kiegészítő egy fontos dolog, ugyanis támpontot ad, hogy milyen fenékszerkezet van, hol vannak fák, ne akadjunk be, ne szakadjunk be, ezek fontos dolgok. Hány fokos a víz, hol vannak törések, hol van sóderpad, hol van hínár. És ezek nélkül, hogyha az ember nem ismeri a vizet, egy ismeretlen helyre megy, akkor elég nehezen tud tájékozódni, ami sokkal kevesebb az esély annak, hogy fog jó halakat. Jó, úgyhogy ezt még el akartam mondani. Még dobálunk egy másfél órát, hát ha jön valami, aztán meglátjuk, mi lesz. Úgyhogy tartsatok ki! Na ezt nézzétek meg, na erre mondom azt, hogy happy finish. Tudjátok mennyi a százalék volt? 1. De az az igazság, hogy a kitartás mindig meghozza a gyümölcsét. Nem olyan kapitális, mint amit gondoltam, de egy olyan 2-3 kiló körüli, és hát ki sem mondom, milyen boldogak vagyunk. Szóval ezt nevezem, szóval ez már süllő. Én szerintem el is köszönök tőletek. Nem gondoltam volna, és azt mondtam ott nektek, hogy ma már nem lesz happy finish. De tudjátok mit? Ez a happy finish nagyon szeret minket. Peti barátom, Kristóf, és jó magam, Kucsák László, itt voltunk. Egész nap szenvedtünk. Köszönjük a tónak, köszönjük Michel Zadravesznek, köszönjük Zsöminek, de legfőképpen köszönjük a halaknak, hogy megint volt happy finish. Úgyhogy megmentette a napunkat. Micsoda? A másik kedvencem, a tüskés hátú barátunk. Úgyhogy, tudjátok, csak ezt szoktam mondani, tartsatok velünk, hát ha még egyszer találkozunk. Persze, hogy találkozunk, sokszor még. Szevasztok! Egy dolgot elfelejtettünk. Békés karácsonyi ünnepeket mindenkinek, horgászoknak, akik nem horgásznak, és boldog új évet kívánunk nektek. Legyen nagyon-nagyon-nagyon jó és eredményes 2022-es évetek. Úgyhogy tartsatok velünk, boldog karácsonyt, boldog új évet, szevasztok!